kedves nézők, kedves barátaink, Ján Korpával, Betlérről és Varga Tibor doktorúrral, Krasznahorka várajáról azért találkoztunk itt Alsósajón, az Alsósajói Sziderítbánya vízkiömlőjénél, hogy a most következő performanszunkkal rámutassunk arra, hogy az állam 92 napja nem volt képes megállítani ezt a borzasztó természeti katasztrófát. Május 13-án csináltunk egy ichtiológiai felmérést, amikben rájöttünk, hogy néhány 10 kilométeres szakaszon teljesen kipusztult az élővilág a folyóból, halakkal kezdve, ízelt láborkkal folytatva és folyamirákokkal is. Ez alatt a 92 nap alatt több száz tonna szennyezőanyag folyt bele a Sajó folyóba. Naponta, ahogy azt már elmondtuk, 1,5 millió liter szennyvíz kerül a folyóba, és ez alatt az időszak alatt csak az arzén tartalom meghaladta a 450 kg-ot. Most a következőkben homokzsákokkal fogjuk eltorlaszolni ideiglenesen néhány perc erejéig ezt a kifolyót, hogy rámutassunk arra, hogy milyen kevés is elég ahhoz, hogy a vízkifolyást meg lehessen állítani, és hogy a folyóba visszatérhessen az élet. Sajnos egy órával azután, hogy sikerült elállítanunk a kifolyót ideiglenesen, demonstratív jelleggel, sajnos kevesebb mint 500 méterrel a kifolyó alatt azt látjuk, hogy a víz minősége, a víz színe nem változott egyáltalán semmit. Ez is csak azt igazolja, hogy amin az állam jelenleg dolgozik, hogy megállítsa a kifolyást, ez még csak a probléma orvoslásának a nulladik vagy a mínusz egyedik lépése. Hiszen láthatjuk, hogy a folyóban annyi üledék található, ami a továbbiakban is felkeveredik, nem tisztul le. Bizonyosan még hosszú évekig fog tartani, a legjobb esetben is, hogyha mindent megtesznek a hivatalok, és nem 92 napig fogják ölbetett kézzel nézni, hogy kihaljon a Nemzeti Park folyója, hogy visszatérjen minden a normális kerékvágásba. Mi a magunk részéről, akikkel összefogtunk, folytatni fogjuk a nyomásgyakorlást, hiszen láthatólag az állam ezt a problémát nem veszi elég komolyan. Kérlek benneteket, segítsétek a munkánkat, hiszen csak együtt tudunk ebben az ügyben sikert elérni.